elismerésben részesült, érvényesek a lejárt okmányok, birtokba vették az új piacteret, elfogadták a város költségvetését. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 19-én 18 óra 5 perckor. Orvos Anetta Csilla egyfajta küldetésének érzi a másokon való segítést. Most a katasztrófavédelem ismerte el munkáját. Gyerekként korrepetált a társait, és felnőttként már egyfajta küldetésének érzi a másokon való segítést orvos Anetta Csilla, a Magyar Vöröskereszt karcagi területi vezetője, akinek a katasztrófavédelem területén végzett munkáját dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató emléktárgyal ismerte el. Orvos Anetta Csilla nagyon örült a díjnak, egyáltalán nem számított rá. 2005-ben csatlakozott a Magyar Vöröskereszthez az akkori kenderesi vöröskeresztes titkár biztatására. Már évekkel ezelőtt csatlakoztam a Magyar Vöröskereszthez tagként és önkéntesként is. Ez 2005 körüli időszakra tehető, amikor is az akkori Magyar Vöröskereszt kenderesi alapszervezetének a titkára már utódot keresett magának. Úgy érzi, neki a segítés az élet célja, mintha erre született volna, ide a földre. Igazából ebben éli ki a mindennapjait. Azt gondolom, és én úgy érzem, hogy nekem ez az élet célom. Tehát, hogy mintha erre születtem volna ide a földre igazából. Tehát én ebben élem ki a mindennapjaimat, és számomra ez örömet szerez, hogy másokon segíthetek. Már iskolásként kedves volt társaihoz. Figyelt arra, hogy korrepetálja azt, aki le van maradva a tanulásban. Így felnőttként is egyértelmű volt, hogy önkéntes vöröskeresztes segítő lesz. Mindig kedves voltam másokhoz, tehát mindig kedvesen és barátságosan viszonyultam az embertársaimhoz, így nyilván a diáktársaimhoz is. És mindig figyeltem arra, hogy másnak olyan dolgokban, amiben mondjuk le van maradva, akkor mindig segítsek. Most irányítja az önkéntes munkát a véradás szervezéstől az adományozáson át a katasztrófavédelemmel való együttműködésig. 2 éve csatlakoztak a Tisza mentőcsoporthoz, ahol a képzésekben, gyakorlatokban vesznek részt. A véradás ugye az igen egy látványos dolog, de emellett ugye nagyon sok minden mással is foglalkozik a szervezet. Egyik ilyen irányvonal az nyilván a katasztrófavédelmi terület. Ide is ugye önkénteseket szerveztünk, akikkel aztán 2 évvel ezelőtt a Tisza mentőcsoportba is beléptünk. Folyamatosan figyelünk arra, hogy ezeknek az embereknek ugye megfelelő képzettsége legyen. Tehát folyamatosan részt veszünk a gyakorlatokon, támogatjuk ezeket az akciókat, és részvételünkkel ugye hozzájárulunk a sikeres lebonyolításhoz is. Fontos feladata az utánpótlás nevelés, és a katasztrófavédelem is számíthat rájuk képzésekben. Jó az együttműködés a két szervezet között. Példa erre a közös katasztrófavédelmi és az első segélynyújtó verseny, és a Karcagon rendezett országos katasztrófavédelmi verseny. Az első segélynyújtás ugye az is egy irányvonal a Magyar Vöröskeresztnél, ez is egy nagyon fontos dolog, és pontosan, tehát a Tisza mentőcsoportban is az első segélynyújtó komponenshez kapcsolódtunk be, és ugye a versenyeink, ifjúsági versenyeink azok folyamatosan minden évben megrendezésre kerülnek, hát most ugye a Covid miatt teljesen más formában, online keretek között, de ugyanúgy tehát zajlanak majd a versenyek, úgyhogy ebben az évben is ugyanúgy jelentkezhetnek majd a fiatalok online formában ezekre a megmérettetésekre, és hát kis csoportos formában nyilván ugye, hogy a járványügyi szabályokat betartsuk, esetlegesen ugye lehet úgy is, hogy a gyakorlatot egy kicsit nálunk is lehet majd esetleg gyakorolni. Véradóként is példát mutat. Bár sokáig félt a tűtől, nehezen szánta rá magát az első véradásra, de sikerült legyőzni kezdeti félelmét, tavaly már 20-szoros véradó kitüntetett volt. Eleinte én is nagyon féltem egyébként a tűtől, és tényleg olyan nehezen szántam rá magam
arra, hogy, hogy ebben is részt vegyek, és így is segíthessek az embereken. De hál' Istennek sikerült legyűrni ezt a kezdeti félelmet, és hát igen, már most, 20-szoros kitüntetett véradó lettem a tavalyi évben. Kívánom ezt továbbra is folytatni, remélem, hogy az egészségállapotom még ezt sokáig majd lehetővé teszi. Önkénteseivel a véradás szervezés mellett a rászorulókért is sokat tesz. Legyen az élelmiszer vagy ruhaadományosztás, vagy szájmaszk varrása a védekezésben résztvevőknek. A katasztrófa védelem is nagyon komoly feladat, nagy figyelmet és összpontosítást követel tőlük. Nem befolyásolják a kormányablakok nyitvatartását a március 8-ától életbe lévő szigorítások. A kormányhivatalok arra kérik az ügyfeleket, hogy csak a legszükségesebb, halaszthatatlan ügyekkel keressék fel a kormányablakokat, és lehetőség szerint válasszák az elektronikus ügyintézési lehetőségeket. Az ügyfélszolgálatok az eddig megszokott előzetes időpontfoglalás követően fogadják az ügyfeleket. A társadalmi kontaktusok számának csökkentése érdekében a kormány meghosszabbította a lejáró okmányok érvényességét. Így a november 4-e után lejárt igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig Magyarország területén használhatók maradnak. Ugyanez vonatkozik azokra az okmányokra is, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet idején március 11 és július 3-a között jártak le. A kormány ablakok és kormányhivatali ügyfélszolgálatok továbbra is kizárólag előzetes időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket. Városunk lakóit arról kérdeztük, hogyan fogadták az elkészült új piacteret, mit szólnak a kialakított árusító helyekhez, és milyen előnyökkel szolgál mind a vásárlók, mind pedig a vevők számára. Hogyan tetszik önnek a nemrégiben átadott új fedett piactér? Tetszik, és úgy látom, hogy mintha tágasabb lenne egy kicsit. A tere viszont lehet kevesebb lett, de reméljük, hogy a vásárlók meg a vevők, vagyis már igen, a vásárlók is a vevők, és az eladók is elégedettek lesznek vele. Miben más, miért lesz jobb akár majd a közelgő nyári nagymelegben? Hát azért lesz másabb, mert fedett, és a fényt, a meleget föntartja, és az esőt nem véletlenül az esőt. Nem fáznak az emberek télen annyira, gondolom én, meg nyáron a naptól védettek vagyunk. Elkészült az új piactér. Miért jó ez? Miért előnyös az árusok és a vásárlók számára? Átláthatóbb sokkal a piac, le van térkövezve, tető van a fejünk felett, nem ázunk, nem fázunk. Az elosztása az végül is nagyon jó lett így, hogy ilyen hosszára kerültünk, aztán lett itt 3 sor, elférünk rajta bőven szerintem. Elkészült az új fedett piactér, mit tetszik ehhez szólni? Nagyon örültünk neki, azért más, kulturálisabb, meg szóval azért mégis más a körülmény. Nem esik az eső a nyakunkba, és hát meggondolom, majd nyáron még nagyobb választék lesz, úgyhogy örültünk neki mindenki, szerintem. Ezen kívül tetszett említeni, hogy le van fedve, ugye térkövezve másabb, és hogy a nyár majd biztos több embert hoz, akár nem csak Karcagról, hanem több településről is látogathatnak. Vidékről is járnak árusítani is, meg hát a vásárlók is környező helyekről, igen. Hírstúdiónk vendége Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő. A képviselővel a frissen elfogadott költségvetésről, a Fidesz-KDNP frakció által támogatott beruházásokról, fejlesztésekről, a 2021-es év fő feladatairól fog tájékoztatást adni. Mai vendégünk Karcagi Nagy Zoltán, önkormányzati képviselő, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke, valamint életműdíjas előadó művész. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kedves csokkolom, üdvözlöm én is a Karcag Televízió kedves nézőit. Mikor és hogyan történt az önkormányzat idei költségvetési rendeletének elfogadása? A költségvetési rendelet elfogadása az idén február végén történt meg, és mivel a járványhelyzet miatt jelenleg a testület nem ülésezik, ezért interaktív, illetve internetes, online módon történt a szavazás.
Ez úgy történik, hogy a városháza dolgozói, a hivatal dolgozói kiküldik a javaslatokat, tehát a napirendi pontokat, mellette kiküldenek egy véleménykérő lapot. Ezen tudjuk beixelni az igen, a nem, illetve a tartózkodás szavazatot. És hogy hogyan történt az elfogadása ennek az rendeletnek? Hát természetesen a régi megszokott módon, ahogy ez általában szokott lenni, a 8 fideszes képviselő igennel szavazott, 2 jobbikos nem szavazat volt, illetve 1 momentumos tartózkodás. Majd a riport folyamán ki fog derülni, hogy mire mondtak nemet, illetve minek a megszavazásától tartózkodtak. Mi jelentette a megalkotás főbb irányvonalát? A 21-es költségvetés, Karcagváros önkormányzatának 21-es költségvetésének a fő megalkotásnak fő irányvonala a működés előző évekhez hasonló színvonalú történő, tehát színvonalon történő biztosítása, a folyamatban lévő beruházások megvalósítása, az újabb pályázati lehetőségek keresése, kihasználása. Ez volt a fő irányvonal. Mik a lényeges feladatok? 2021-ben is biztosítjuk a kötelező és önként vállalt feladatok ellátását. Saját fenntartású költségvetési szerveinken keresztül gondoskodunk az óvodai ellátásról, a település üzemeltetési és városgazdálkodási feladatok ellátásáról, valamint kulturális és muzeális szolgáltatásokról. Társulásban lévő intézményeinken keresztül biztosítjuk a bölcsődei ellátást, a különböző szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, az egészségügyi alapellátást és ügyeletet, valamint az idős otthoni ellátást. A veszélyhelyzet önkormányzatunkat érintő gazdasági hatása okán lesz-e létszámleépítés? Igen, sajnos itt van a harmadik hulláma a járványnak, és a veszélyhelyzet jelenleg is fennáll. Nem is tudjuk, hogy körülbelül mikor lesz vége, talán a nyárban reménykedhetünk, de ennek ellenére a gazdasági hatást érintő, tehát a járványnak a gazdasági hatása ellenére mi azért ragaszkodunk ahhoz, hogy a munkahelyeket megőrizzük, tehát létszámleépítésre a költségvetési szerveknél nem kerül sor. Lesz a képviselői keret, és mi valósul majd meg belőle? Lesz képviselői keret, 3 millió forint minden körzetben a képviselői keretnek az idei összege. Már kérte polgármester úr, hogy írjuk össze ki, mit tervez a körzetben megvalósítani. Igazság szerint természetesen sokkal nagyobb összeg jön ki a végére, amikor összeírjuk az összes útalap, meg útalapépítés, meg útalapjavítás, meg járda, meg egyéb, stb. De aztán fontossági sorrendben, illetve a lehetőségek figyelembe vételével ezek jelentős része azért megvalósul. A települési támogatások rendszerében történik-e majd változás? Nem történik változás. Szociális alapon az előző évekhez hasonlóan biztosítjuk a rendszeres és rendkívüli támogatásokat. A középiskolai és felső oktatásban tanuló fiatalok tanulmányi eredményük és szociális rászorultságok figyelembe vételével ösztöndíjat kapnak. És egy nagyon kedves dolog a végén, ebben az évben is megjelenik a költségvetésben emelt összeggel, 20-ról 25 ezer forintra emelkedett a karcagi lakóhelyen rendelkező újszülöttek támogatása, a babacsomag. Vannak-e kiemelt feladatok a 2021-es évi költségvetésben? Igen, kiemelt feladat az orvosi ellátás színvonalának megtartása, az ügyeleti ellátás és házi orvos, gyermekorvos, fogorvos utánpótlás biztosítása. Továbbra is kiemelt szerepet kap a sportfeladatok támogatása. Az Akácliget fürdő üzemeltetését, a lakosság sport és szabadidő tevékenysége gyógyászati ellátása érdekében továbbra is támogatjuk. Hát reméljük, hogy a nyár folyamán már nyithat a fürdő, és ezeket a tevékenységeket, ezeket a kikapcsolódási lehetőségeket a karcagi polgárok igénybe tudják ott venni. Milyen jelentős beruházások, fejlesztések lesznek, illetőleg vannak folyamatban, amelyek szerepelnek a költségvetésben? Kis túlzással mondhatom, hogy felsorolni is nehéz. Hát aki járja a várost, láthatja tulajdonképpen a beruházásokat, a folyamatban lévő fejlesztéseket. Így például már ki van csölöpözve a kerékpárútnak az útvonala.
tehát a kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon, ez az egyik. Aztán a karcagi termékek piaca pályázat, ott már a fedett piacrész átadása megtörtént, igaz, hogy még utómunkák várhatóak, de ez is folyamatban van. Aztán a Varró utcai bölcsöde felújítása, szintén benne van a költségvetés tervezetben. Idősek otthona energetikai felújítása, az idősek otthona konyhájának a felújítása. Akkor a Rónai Malom közösségi célú felújítása. A volt rendőrségi épületrész felújítása, hát aki jár a Városháza fele, látja, hogy ott nagyban dolgoznak, nagy munkálatok folynak. Tulajdonképpen a rendőrség, amikor átköltözött az új székházába, akkor ott felszabadult egy épületrész, ami majd hasznosításra vár, annak a felújítása, annak az átépítése zajlik. A veszélyhelyzet... Pillanat, még van, azért mondom, hogy szinte nehéz felsorolni. Barna mezős területek fejlesztése Karcagon, ez a pályázat is fut. Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése, illetve egy régebbi téma, amit már itt többször említettünk, a milánói világkiállítás magyar pavilonjának újjáépítése itt Karcagon. Lesznek-e rendezvények, várhatóak a rendezvények az előttünk álló időszakban a veszélyhelyzet miatt? Hát igen, ahogy az előbb már szóba került, várjuk, hogy mikor lesz vége a veszélyhelyzetnek, mikor lehet enyhíteni. Reménykedünk a nyárban, de sajnos néhány kulturális feladatok megvalósítása néhánynak elmarad. Ez az igazság. Más feladatok pedig időben átütemezésre kerülhetnek. Összegzésként mi mondható el, hogyan lehet összefoglalni Karcagváros önkormányzatának 2021-es évi költségvetését, gazdasági helyzetét? Összességében megállapítható, hogy a 2021-es év sem lesz könnyű önkormányzatunk gazdasági helyzetét tekintve. Ugyanakkor a likviditás folyamatosságának biztosítása mellett igyekszünk az önkormányzat ideiglenesen szabad pénzeszközeinek jogszabályokban engedélyezett módon évközi befektetési célú lehetőségével élve forrásainkat növelni, bővíteni. Fizetőképességünket mindenképpen megőrizzük, ezért továbbra is szükséges mind az önkormányzatnak, mind pedig a költségvetési szerveinek átgondolt, észszerű, takarékos gazdálkodást folytatni. Karcagváros önkormányzata 2021 évi költségvetése 9.469.929.606 forint főösszeggel került elfogadásra. Megköszönöm, hogy elfogadta a beszélgetésre való meghívásunkat, és a továbbiakban minden jót kívánunk. Köszönöm. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra, és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!